Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Két tündéri gyermek a vendégünk a mai műsorban. Kérem szépen, azt hiszem, hogy Bácskos udvarra büszke lehet, hiszen egy gyönyörűséges ifjú hölgy Méhes Noémi, szervusz Noémi, és Torok Benyámin, akik mindketten néptáncolnak, és az adventi jótékonysági estre érkeztek, amelyet immáron 11. alkalommal rendeznek meg a Szent István Művelődési Házban. Az elv és a gyakorlat itt találkozik, határon túli barátaink megsegítését szolgálja ez a rendezvény. Az idei jótékonysági est kedvezményezettjei a Kárpátaljai Református Egyházkerület idősek otthona és a Lea otthon családi átmeneti otthona. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat, hiszen Bácskos udvarvai vendégünk egyébként a 10. alkalommal is volt, ezt mondom nektek, és Móricz Árpád, a Bácskos udvarvai Napsugár Református óvoda volt az egyik kedvezményezett, és Móricz Árpád református lelkész, ezt azért idézném, hogy mit mondott az elmúlt esztendőben. Küldetésben járunk, a nagy gondolatokat és üzeneteket próbáljuk a mindennapokra váltani. A gyülekezetünk óvodájának vezérigéje is ezt üzeni nekünk. Úgy fénylik világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiket, és dicsőítsétek mennyei atyátokat. Nos, ez volt a tavalyi üzenet, ez természetesen mi egy kicsit most arról beszélgetünk, hogy a néptánc miként választ magának mozgásformát egy gyermek Bácskos udvarán. Noémi, te hogy kezdtél el néptáncolni? Meséld el nekünk. Nekem a testvérem elkezdett táncolni, és hát én nagyon kicsike voltam, és anyukám is akarta, hogy a család ez benne megmaradjon, és én is elkezdtem táncolni. Benyámin? Hát nekem is úgy volt, hogy a nagyobbik lánytestvérem, az kezdett el előbb táncolni, és egyszer elvitt engem, és megnéztem, és megtetszett, és igazából úgy kezdtem el táncolni. Ki mondta először? Ehhez azért kitartás kell és akarat, ugye? Sokat gyakoroltok egyébként? Hát elég sokat gyakorolunk, minden hétvégén egy két óra hosszát. Igen, az elég, aztán nyilvánvaló, hogy a siker sem kerül el benneket. Ki mondta először, hogy tehetségesek vagytok, és szépen táncoltok? Emlékezzetek vissza. Anyukám, meg apukám. Édesanyád, édesapád, Benyámin? Hát nekem a csoportvezetőnk. Tehát bíztattak benneteket. Igen. Ki volt, akitől az első tánclépéseket megtanultátok? Hát... Nem volt az olyan régen, emlékezzetek. Hát segített a testvérem is benne, az apukám is, mert ő is néptáncolt elég sok ideig, meg a csoportvezetőnk. A csoportvezetőktökről már kétszer beszéltetek, ki ő? Mutassátok be nekünk. Antonovics Csilla, Antonovics Karolina és Gulyás Győző. Mi mindent tanultok meg tőlük egy próbán? Hogy kezdődik a próba? Hát az alaplépésekkel. És utána jönnek a nehezebbek. Ugye a dal és a néptánc összetartozik az zenével együtt természetesen, kézenfogva jár. Melyik a legjobb része az egész történetnek, ennek a tanulási folyamatnak? Hiszen ez egy olyan, mint egy iskola. Benyámin? Hát szerintem az, hogy mikor már kész a tánc, és mikor először próbálod el. Az iskolában mit szólnak ahhoz, hogy ti táncoltok? Ráadásul ilyen értelemben egy pár vagytok. Ti hogy lettetek egy pár? Mi vagyunk a legkisebbek, és hát azt mondták, hogy a kicsik azok jó megtanulják, és akkor, hogy büszkék legyenek ránk, ezért minket küldtek el. És még szép, hogy büszkék rátok, hiszen a felszállott a páván is tovább jutottatok, az szép siker számotokra. Meséljetek, hogy készültetek a felszállott a pávára tavaly? Hát igazából elég sokáig készültünk, és ezért is csináltunk egy teljesen új táncot, és így sikerült. Melyik volt az a koreográfia, ami ennyire bejött? A mezőföldi. Mezőföldi? Igen. Az tényleg nagyon jó egyébként. Általában milyen koreográfiákat választotok? Tehát jellemző a tájegységre, hiszen
azért ti délvidéken születtetek, és az egy kicsit más, mint a mezőföldi például. Igen. Melyik az, ami tetszik? Melyik tájegység táncai? Nekem most a délalföldi. Délalföldi? Igen. Hát nekem a tyúkod és a délalföldi. Jó, tehát azért együtt gondolkodtok nyilvánvaló. Beszéljünk az iskoláról, hiszen még azért kicsik vagytok. Hogy megy az iskola? Mi mindent kell tennetek a hétköznapokon ahhoz, hogy egy ilyen fellépés az ünnep legyen? Hát én negyedikes vagyok, akkor hát nehéz egy kicsit a negyedik, de próbálok minél többet táncolni, mert nagyon szeretek táncolni és mozogni. Hát én általában úgy szoktam, hogy ugye iskola van, én ugye hatodikos osztályos vagyok, és az is kicsit nehéz, és azt szoktam általában csinálni, hogy hazamegyek, és a testvérem szól, hogy mikor van próba, meg ilyen, hogy most is, hogy készültünk erre a próbára, hogy mikor van, és megcsinálom, ami dolgom van, tanulok, és utána elmegyek. Értem. Neked már nagyfiúként már vannak terveid, ugye hatodikas vagy. Mit hoz a jövő neked, mit gondolsz? Hát még nem tudom pontosan. De azért már van. Vannak álmaid? Vannak. No, akkor hadd halljuk. Ami nem titkos természetesen. Hát, hogy az egyik álmom, hogy nagy focista legyek. Igen. És hogy meg hogy tudjak segíteni a rászoruló gyerekeknek. Az nagyon jó. Noémi? Na, én az egyik álmom az, hogy tánctanár legyek, vagy nagyon szeretnék a lovas színházba egy ilyen gyakornok lenni, mert nagyon szeretek lovagolni. Melyek a kedvenc tantárgyaitok? Nekem az angol, szerb, magyar, matek, rajz, mindegy. Tehát az anyanyelvek, tehát a nyelvek. Igen. Elsősorban, és a matek, ez érdekes párosítás. Mi a szép a matekban? Nem tudom, hát ezt fel lehet használni bármikor, és ez nagyon sokat segít nekem. Igen, logikus gondolkodásra sarkal, igazad van. Benjamin? Hát nekem a testnevelés és a történelem. Testnevelés és a történelem, ez szintén, hát ha valaki labdarúgó szeretne lenni, az nagyon jó, a történelem pedig adja magát, hiszen az egykori, arról te már nem igazán tudhatsz, de az egykori jugoszláv tagállamokban rengeteg nagyszerű futballista van. Kinek ki a példaképe, hiszen ebben a korban azért csak-csak választ példaképet magának az ember. Nincs? Nincs. Egy-egy próba hogy telik? Mennyire kell figyelnetek ahhoz, hogy minél gyorsabban megtanuljátok, hogy azt mondom, hogy színpadkész legyen a produkció? Hát a próbán hülyéskedünk is, de mondta a tánctanár, hogy lehet hülyéskedni, de azért a táncra figyeljünk, hogy jó legyen, és előbb azt megcsináljuk, utána megjátszunk, meg hülyéskedünk. A szüleitek mit szólnak ahhoz, hogy táncoltok folyamatosan? Nyilván ez nem mehet a tanulás rovására, de azt mondják, hogy jó dolog, gondolom én. Ugyan. Hát persze, hogy jó dolog, meg általában nagyon sokat dicsérnek, és általában, amikor próba van, akkor hogy mondják, hogy ne nagyon hiányozzak, mert ha lemaradok, akkor nem nagyon tudom ugye bepótolni azt, ami az előző próbám. De hát ez így van, ugye? Nekem az apukám mondtam, hogy táncos, és elég sokat segít otthon is, ha testvérem megmutassa, hogy apukám segít a testvéremnek, és nekem is párszor már táncoltunk, úgyhogy anya így videózza, mi meg táncolunk. Az nagyon jó. Ez egy csodaszép este ilyenkor. Igen. No, beszéljünk arról, hogy a társaitok miként gondolkodnak rólatok. Büszkék rátok egyébként? Na, teljes mértékben. Tehát amikor a barátaiddal találkozol, akkor nem hiányzik egy kicsit, hogy most nem focizni mész, hanem inkább táncra? Hát néha hiányozik. De azért egy felnőtt fiatalember immáron azért tudja, hogy mi a fontos, így van? Igen. A te osztályodban sokan vannak, akik külön órákra járnak és mást is csinálnak, mint a tanulás? Igen, mert sokan járnak néptáncra is, és akkor
úgy már úgy csiszolódunk, úgy szépen megcsináljuk a táncot, mert van, amikor a tanítónénak is megmutassuk, hogy mit tanultunk. Egyébként jó tanulók vagytok? Igen. Igen. Ez mit jelent? Csupa ötös? Igen. Büszke vagyok rátok én is. Milyen gondolatokkal jöttetek ide? Mit gondoltatok először, amikor megkaptátok a meghívást? Hát én nagyon örültem, mert hát tavaly nem bírtam, mert lebetegedtünk, és addig nagyon sajnáltam, és mondtuk, hogy majd idén eljövünk, és hát el is jöttünk. Te mit gondoltál először? Hát én először elég negatívan álltam hozzá, de aztán végül az volt, hogy mondták nekem, hogy úgyis jó lesz, legalább megnézed ugye Székesfehérvárt, és mondom, hát akkor eljövök. Tehát először negatív. Igen. Hát, és milyen, mit hoztatok nekünk, hogy készültetek? Milyen koreográfiát? Most délaföldi táncokat táncolunk. Tehát délaföldi, ami a kedvencetek mindkettőtöknek. Ez külön a kérésetek volt? Nem, mert a tánccsoportunk délaföldi táncokat táncolt, és akkor mondtuk, hogy ne legyen olyan nehéz megtanulni, azért a tánctanárunk is mondta meg mi is, hogy akkor jó lesz a délaföldi. És akkor összeraktuk a koreográfiánkat, a tánccsoporttal is majdnem ugyanazt táncoljuk. És mennyit kellett gyakorolnotok? Hát mennyi idő alatt lesz kész ez a produkció? Hát volt egy hónap, de nem minden nap, de volt, amikor a versenyre készültünk, akkor minden egyes nap táncoltunk. Tehát este, délelőtt, délután mindig. Jó. Hogy engedtek el otthon benneteket? Milyen gondolatokkal? Hogy vigyázzatok magatokra, ez csak természetes. Legyetek jók, az is természetes. De te mit gondoltatok, mikor megérkeztetek? Hogy én nagyon örültem, mert hát én mindig táncolom, amikor szóló táncolunk, akkor szerettem mindig megtanulni, és akkor így nagyon örülök, akkor megtanuljuk a lépéseket, a koreográfiát, és akkor egy kicsit könnyebb is, hogy egy picit most már csak gyakorolnunk kell, és nem kell annyit foglalkozni. Jó. Mit láttatok eddig a városból? Hát nem annyira sok mindent, megnéztük az iskolát, ebédeltünk, nagyon finom volt, de most érkeztünk ide, nemrég is akkor. Hát azért nagy baj, mert azért körül kell, hogy nézzetek, úgyhogy útjára bocsátalak benneteket. Nagyon örülök, hogy itt voltatok. Este természetesen találkozni fogunk. Igen. És sok ilyenkor szokás egyébként sikert kívánni? Vagy butaság sikert kívánni? Hát szokás. De akkor rendben van. Akkor szépek és jók legyetek, ugyanúgy, mint most, mosolygós szemmel, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. És megnézünk benneteket természetesen. Köszönöm szépen Méhes Noéminek és Torok Benyáminnak. Kedves nézőink, azt hiszem, hogy önök se hagyják ki. A teljes egészében közvetíteni fogjuk az adventi jótékonysági gála műsorait, benne Méhes Noémivel és Torok Benyáminnal, akik Bácskos udvarról érkeztek, délvidéki srácok, illetve ifjú hölgy. Maradjanak továbbra is velünk, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!